vagyunk dr. Radics Csaba végrehajtó irodája előtt az egyik adóssal, hogy megkérdezzük egyáltalán, hogy a több bűncselekményen is már többször megvádolt személyrem elleni hivatali visszaéléssel, vagy akár okirathamisítással is megvádolt Radics Csaba a híresztelésekkel szemben. Igaz az a hír, hogy felfüggesztették a végrehajtói tevékenységével kapcsolatban, illetve az adóst annak ellenére, hogy rokkantsági igazolványa van, illetve elég ránézni az adósra, hogy ez bebizonyosodjon, hogy szükséges neki egy olyan gépjármű, ami ugye a közlekedésben segíti. Radics Csaba ennek a gépjárműnek a lefoglalását kezdeményezte. Én a Radics Csaba végrehajtó urat keresném. Nem tudom őt prezentálni, önnek. Milyen okból kifolyólag nem, mert úgy hallottam, hogy vissza van hívva a végrehajtói tevékenységéből, hogy fel van függesztve. Akkor ön többet tud akkor ezek szerint. Igen? Igen. Pávics Zoltán a végrehajtúr helyettese, most per pillanat, úgyhogy őt kell keresni. És vele esetleg tudunk egyeztetni? Mert a hölgy Radics Csabának a... Nincsen itt a Pávics úr, tehát ő nem itt ott ügyfélfogadás. A tevékenységét. És esetleg mikor tudnánk Radics Csabával egyeztetni? Azt én nem tudom. Ad egy név, egy kártyát esetleg? Persze. Hát amint tudunk vele jelentkezni, jó, akkor eltudjuk, hogy keresztül. Jó, hát remélem minél hamarabb akkor tudunk majd egyeztetni a Radics úrral. És mit mondjuk még neki? Hát, hogy szeretnénk vele egyeztetni majd. Egyrészt ügyféllel kapcsolatban, meg lenne egy pár kérdésünk is. Jó, hát az ügyféllel kapcsolatban Pávics Zoltán. Tehát, hogyha konkrét végrehajtási ügyről beszélünk, akkor Pávics Zoltán. Jó, de attól ettől függetlenül akkor várnám a Radics Csabának a telefonhívását. Hát Radics Csabát nem találtuk a helyszínen, de az üzenetünket itt hagyjuk, az ablakon. Hosszú évek óta, most már lassan nem is tudom, hogy miért von le tőlem. Tehát már nem vagyok vele tisztában, fordult elő olyan is, hogy egyszer már levont tartozásomat, újra levonta. Ez fordult elő, ez egyszer, úgyhogy visszautaltam, mert jeleztem felé, de most a legutóbb itt nem kaptam vissza. Többször hallottam már, hogy előfordult ez mással is az ő irodájában, hogy picit pihenteti az ügyeket és újra levonja. Szerintem ugye ez is jogszerűtlen, valamint az, hogy jelen pillanatban lefoglalt a foglalási jegyzőkönyvet kaptam a gépjárművemre, a gépkocsimra, ami a tulajdonomban, illetve az üzemeltetésem alatt áll. Én úgy tudom, hogy jogszabályilag nem elvehető egy rokkanttól a gépkocsia. Így a jogsértésekről vele szemben ennyit. De örültem volna, hogyha tudunk vele beszélni, hogy egyáltalán milyen tartozásaim állnak még fent. És én úgy tudom, hogy Radics urat felfüggesztették. Ezt az információt, ezt honnan tudja? Ezt egy másik végrehajtótól, aki kint járt nálam, az szintén nem tisztázott, hogy milyen tartozás miatt, de ő jelezte, hogy... Ő jelezte, hogy továbbiakban... Hogy fel van függesztve. ...fog eljárni az ügyében. Mert az irodán is láttuk neki, ott szerepel a neve előtt a doktor, pedig még több mint 10 évvel ezelőtt még azt is kétségbe vonták, hogy a érettségével 8 általánosa megvan a Radics úrnak, hogy ön szerint ez állhat a háttérbe? Én utána néztem már évekkel ezelőtt a Google-ön, Radics úrnak nagyon-nagyon sok panasz van az irodája ellen, magukat megnevező személyek szájából, többek között, hogyha valaki ellátogat erre az oldalra, az én kommentemet is megtalálja ott. Nyilván, hogy ez is nyomást gyakorol egy végrehajtóra, illetve nem tudom, hogy az nem járult-e hozzá, hogy én pont a gépjármű lefoglalásom kapcsán igénypert nyújtottam be a Radics úr ellen, amit most ugyan elutasítottak, mert hogy én így egy lábbal nem rohangáltam a bíróságra benyújtani hozzá a rokkantságomat igazoló iratokat, ami szerintem innentől fogva egyértelmű. Talán ez is, nem tudom, de biztos vagyok benne, sokan támadják őt. Tényleg meg lehet nézni az interneten, hogy nagyon-nagyon sokakkal, nem csak velem jogszerűtlenül járt el. Rokkantság ellenére,
ugye a gépjárművét le akart foglalni ugye a végrehajtó. De gondolom Radics úr meg a végrehajtó iroda, itt az asszisztensek, a végrehajtó helyettesek tisztában voltak az ennek az egészségügyi állapotával, főleg arra tekintette, hogy már évek óta ugye ügyfele a Radics úrnak. Tisztában kell, hogy legyen vele, hiszen a rokkantsági ellátásomból vonja évek óta az 50%-ot. Tehát akkor, hogyha ezzel valaki nincsen tisztában, hogy a nyugdíjfolyosítón keresztül ő már évek óta a jövedelmen felét vonja, és egyértelműen szerepel, hogy rokkantsági ellátásban részesülök, tehát neki ebben abszolút tisztában kellett volna lennie, hogy én rokkant vagyok, és egy rokkannak a gépjárművét foglalja le. És ennek ellenére mégis megtörtént. Megtörtént, igen. Most kíváncsian várom, hogy az igényperemet ugyan ugye elutasították, de fellebbezéssel még továbbra is élhetek, amivel fogok is. Most kíváncsian várom, hogy ugye a legjobb tudomásom szerint fölfüggesztett Radics úr küld eki újra foglalási jegyzőkönyvet a gépkocsimra. Ezt mi is kíváncsian várjuk. Egyrészt, hogy igaz az, hogy Radics úr felfüggesztett, vagy fel van függesztve ugye a végrehajtói praxis alól, illetve hogy mit fog a továbbiakban lépni az ügyel kapcsolatban. Én is kíváncsian várom, főképp, hogy ráadásul egy olyan ügy véget van a gépjárművem lefoglalva, aminek, hogyha utána nézett volna a Radics úr, akkor látja, hogy nem jogos, mert nekem a gázművek felé nincsen fennálló tartozásom. Az, hogy ezt az Erium Capital ZRT elfelejtette nyugtázni, és ők végrehajtásra küldték ezt az ügyet, és ebből a gépjárműm 20 000 forintos összegért lett lefoglalózva, ez nekem így érdekes. Tehát én azt gondolom, hogy azért egy végrehajtó irodának az minden körülmények között a feladata, hogy jogilag és mindenhogyan is leellenőrizzen egy ügyet, mielőtt arra végrehajtást indít el. És ugye, hogyha esetleg vétkezett, amit ugye gyakran hibaként szoknak említeni, ugye sok ügy között egy-egy pár hibát ők elnéznek, ugye akkor ugyanúgy felelősségre lehessen vonni őket, mert jelenleg jogszabály szerint hogy igazából felelősségre nem lehet vonni a végrehajtókat. Ugye kifogásokkal lehet élni, ugye a Radics ellen pont több eljárás is indult nemi erőszakkal kapcsolatban is, ugye bűncselekményeket követett el, és ugye ennek sem lett foganatja, de lehet most már beérett és felfüggesztették ezeknek a hatására. Hát én nem csak a Radics úr végrehajtó irodájára, én az összes végrehajtó irodára csak azt tudom mondani, hogy mindent föl kellene függeszteni, illetve korlátok közé helyezni az ő működésüket, mert én nem tartom normális és abszolút elítélendőnek tartom, hogy embereket egzisztenciálisan lehetetlenné tesznek azzal, hogy például egy 20 000 forintos tartozásból képeznek egy 100 000 forintosat, ha mindenféle költségeket hozzátéve. Miért nem lehet ezt nyomon követni egy hatósági szervnek, hogy tényleg miként nyomorítanak meg még jobban amúgy is rossz anyagi körülmények között élő embereket? Ahogy a hölgy is az előbb említette, Magyarországon igenis szükség van arra, hogy a népnyúzó végrehajtókra egy reformot vezessünk be. A Mi Hazánk mozgalom ezért célként tűzte ki azt, hogy a végrehajtói eljárásokra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat módosítja, illetve a legfontosabb intézkedésünk az lenne, hogy a jelenleg KFT-ként, magánvállalkozásokként működő végrehajtókat non-profit jelleggé alakítanánk át, egy állami felügyeletet kapnának fix bérért, és a jutalékrendszert is módosítanánk, ezáltal az előbb említett hatalmas díjkülönbségeket, ugye mondjuk 20 000 forintból, ugye a különféle eljárási költségek, jutalékokból, díjakból 100 000 forint, vagy akár nagyobb összegeket is tudnak generálni a végrehajtók. Ezeknek a módosításával ezek a költségek alacsonyabbak lennének, és így a végrehajtók sem tudnának magánvállalkozóként akár 4-600 millió forintos éves bevételre szert tenni, abból, hogy a magyar nemzetet sanyargatják, és az eddig is nagy bajban lévő devizakárosultakat akár, vagy adósokat még nagyobb problémába, nagyobb szakadékba lökjék ezáltal.
A Mi Hazánk mozgalom a végrehajtói túlkapásoknak is véget vetne, ezért egy külön szervet hozna létre a végrehajtói tevékenységek felügyeletére. Jelenleg ugyebár kifogásokkal lehet élni azokban az ügyekben, panaszokkal, amik nem tartoznak a bíróság hatáskörébe. Ilyen mondjuk az, hogyha az adóssal nem bánnak kellőképpen emberségesen, vagy nem tájékoztatják őket teljes körűen. Ilyenkor ugyebár az MBVK felé nyújtjuk be a kifogásokat, vagy a panaszainkat, és ezek nem merítik ki általában a kellő megoldást az adósok részére, ezért szükséges egy teljesen különálló felügyeleti szerv, hogy ne saját maguknak bírálják el a panaszokat, az adósokra nézve általában mindig negatív vonzattal, hanem igenis egy végrehajtói kartól független felügyeleti szervet kívánnánk létrehozni a Mi Hazánk mozgalommal. Tavaly, amikor Sádőlnél jártunk, az MBVK elnökénél azt említette, hogy lehetséges, hogy több végrehajtó körmére is rá fognak nézni, és ennek következtében lehetnek jogkövetkezményei ezeknek a jogellenes, adóságellenes cselekményeknek. Nem tudjuk, hogy Radics Csaba ennek az áldozata lett-e, mivel ugye a diplomája neki megvan, így ezáltal nem tartom valószínűleg, hogy azért függesztették volna fel őt a hivatalából, és azért nem teljesíthetne végrehajtói tevékenységet. Kíváncsian várom, hogy Radics Csaba fel fog engem hívni, mert ugye a névjegykártyámat odaadtam számukra, illetve ennek kiderítésére, hogy a Radics Csaba valóban fel van-e függesztve, a MBVK elnökéhez fog fordulni egy levéllel, hogy nyilatkozzon erről, hogy mi is áll pontosan a háttérbe, illetve hogy valódiak-e ezek a hírek vagy sem.